Ebben a videóban a folyamatos fáradtság okairól és megszüntetéséről lesz szó. Szeretettel köszöntök mindenkit! A fáradtság egy olyan probléma, amit nehezen tudnak az orvosok megoldani, ha egyáltalán foglalkoznak is vele, és jól mutatja a probléma gyakoriságát a világszerte elfogyasztott kávé és energiaitalnak a mennyisége. Tipikus jelenségek a napközbeni ásítozások, a figyelem csökkenése már délben, az elálmosodás, a belassulás. Vannak konkrét fizikai állapotok, betegségek, amelyek fáradékonysággal járnak, mint az alulműködő pajzsmirigy, a lupusz vagy a fibromialgia. De alapvetően a fáradékonyság okai három nagy csoportba sorolhatók. Az első a hormonokkal összefüggő fáradékonyság, amely 10-ből 9 embernél a következő eseményláncolat következménye. A rendszeres napi sok stressz, ami általában irodai munkastressz és valamilyen szorongás, ami mindig együtt jár a kevés vagy a nem kielégítő alvással, állandóan magas kortizol szintet eredményez. Ez az állapot ugye mellékvese fáradtsághoz vezet hosszú távon, nem regenerálódunk rendesen az éjszaka során, és még általában ráteszünk egy lapáttal a koffeinnel is. Tehát kimerülnek a mellékveséink, elfáradnak, és ezt fizikai és agyi fáradtság formájában tapasztaljuk meg. Tipikus jelenség itt az, amikor már a napi harmadik kávét vagy energiaitalt isszuk, és nincs semmi hatása, azért mert a mellékvesék el vannak fáradva, a koffein nem tudja már serkenteni őket. Az emberek többségénél ehhez az állapothoz becsatlakozik a magas inzulinszint is, ami egyfelől a sok szénhidrát miatt, illetve a gyakori étkezések, napi 3 vagy több plusz nasizások miatt emelkedik meg, vagy lesz állandóan magas. Másfelől pedig a stresszhormon, tehát a kortizol miatt is, mivel a kortizol cukrot szabadít fel a májból, illetve a fehérjékből és a zsírokból is csinál cukrot a szervezetünk a stressz alatt, azért mert a stressz helyzetben azonnal gyorsan és sok energiára van szükségünk. Tehát a stressz olyan, mintha ennénk. Ezért van az, hogyha valaki sokat kávézik, általában kevesebbet eszik. De ugye valójában eszik, étkezik, csak éppen ezt azt a cukrot fogyasztja a teste, ami korábban eltárolódott. A cukor pedig lényegében elküldi az agyat aludni, tehát fáradtak leszünk. Itt a hormonális fáradtságnál a megoldás első fele, hogy felismerjük azt, hogy a stresszünk és a szorongásunk az alapjaiban félelem, ami valaminek az elkerülésével jár, tehát valami, amivel nem akarunk szembenézni. Ugye van az a mondás, hogy nézzünk szembe a félelmeinkkel, ugye ha szembenézünk a félelmeinkkel, az azt jelenti, hogy a továbbiakban már nem kerüljük el, tehát konfrontálódunk vele, megküzdünk vele, nem menekülünk el előle, ugye a továbbiakban már nem lesz félelem. A stressz és a szorongás oldásához a legjobb állapot a fizikai tevékenység, a fizikai munka a szabadban a napon. A megoldás másik fele pedig a táplálkozásunk megváltoztatása, a kávé elhagyása, illetve a szénhidrát bevitelünk csökkentése, és helyette több zöldség és több magas zsírtartalmú étel fogyasztása, mivel a zsírok nem vagy csak minimális mértékben emelik meg az inzulin szintünket, és sokkal hosszabb ideig biztosítanak energiát, tehát később leszünk éhesek. A hormonális fáradtságra nagyon jók a B-vitaminok, főként a B1, például a sörélesztőpehely, a króm, ami az inzulinunkon segít, a tiszta mépempő a hormonok hatékonyabb működését segíti, az asvaganda és a sáfrány hatóanyagai a mellékveséget támogatják meg, illetve a jobb alvást segítik elő, és végül a D-vitamin és a K2 vitamin a jobb stressztűréshez és az alvás minőségének a javításához. A második fáradékonyság féle a nem kielégítő emésztés miatt jelentkezik, melynek alapja és forrása a gyenge gyomorsav vagy a kevés gyomorsav. Itt több különböző állapot alakulhat ki. Az első, hogy a gyenge gyomorsav miatt nem hasznosulna sok fontos mikrotápanyag, például a vas és a B12, ami vérszegénységhez vezet, ami ugye fáradékonysággal jár. A gyenge gyomorsav gyomoremésztés miatt nem bomlanak le megfelelően a fehérjék,
ami szintén fáradékonysághoz vezet. Tipikus jelenség ilyenkor a sok puffadás és a bélgáz. Ha nem készíti elő megfelelően a gyomor az ételt, az emésztetlenül megy tovább a vékonybélbe, ott elszaporodnak a baktériumok, ez ugye a sibó, ez az állapot is fáradékonysággal jár. Itt a megoldás az almaecet és a betain hidroklorid alkalmazása. Ennél a fáradékonyság fajtánál kell megemlíteni a nátriumot és a káliumot is, amelyekre szintén szükségünk van az energiatermeléshez, tehát a fáradékonyság leküzdéséhez. Általában akinek a gyomorsavjával gond van, annak kevés a nátrium vagy a kálium, vagy mindkettő a szervezetében. A nátriumot egyszerűen lehet pótolni, csak sózni kell az ételeket valódi sóval, tehát nátrium kloriddal. A káliumot azonban már nehezebb, ráadásul a káliumra akkora adagokban van szükségünk nap mint nap, mint az összes többi vitaminból és ásványból együtt véve. A kálium pótlásához a legjobbak a zöldségek, azon belül is a zöldszínű leveles zöldségek. A káliumról és a gyomorsavról is készítettem korábban egy-egy videósorozatot, ha esetleg nem láttad, még a videó leírásába betettem a hivatkozásokat. És a harmadik fáradékonyság fajta az a tápanyag hiánnyal összefüggő fáradékonyság, amit jellemzően valamilyen kórokozó, vírus, baktérium vagy parazita jelenléte vagy korábbi fertőzése okoz. A leggyakoribbak, amelyek fáradékonyságot okoznak, a Lyme-kór, a nemrégiben világjárványt okozó vírus és későbbi szövődményei, az influenza vírus, a hepatitis vírus, vagy egyszerűen csak tápanyagszegény ételeket fogyasztunk már egy ideje. Általában a kettő együtt jár, mert ha mikrotápanyagokban szegény ételeket fogyasztunk, az kinyitja a kaput a vírusok és más kórokozók előtt. A vírusok gyulladásos immunválaszt okoznak, így kimerülnek a szervezetünk vitamin és nyomelem készletei, jellemzően a C-vitamin, a B-vitaminok, a D-vitamin és a cink. A kórokozók miatt erős oxidáció és rengeteg szabad jog szabadul fel a szervezetünkben, ami sok vitamint és antioxidánst igényel, így itt a megoldás fő csapásvonala jól hasznosuló forrásból mikrotápanyagokat pótolni. Ezek elsősorban koncentrált ételek, illetve élő ételalapú készítmények, mint például a mikroalgák, a mépempő, a virágpor, a terápiás célú gyümölcslevek, a búzafű, az árpafű, a sörélesztő, a májételek, a halételek, a zöldszínű leveles zöldségek. A vírusok és a baktériumok leküzdését segítik a természetes antibiotikumok is, mint például a szegfűszeg, a fokhagyma, az oregano és mások. Köszönöm, hogy végignézted a videót, ha tetszett, segíts a terjesztésben, kedveld és oszd meg másokkal is. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!